ingyenes előadás keretében kerekasztal beszélgetést tartottak a migrációról Pécsen. A Matthias Corvinus Kollégium Pécsi Képzési Központjában két olyan kutató volt a vendég, akik Spanyolországban és Marokkóban folytattak kutatásokat idén. Megvizsgálták a két ország migrációs helyzetét és az euró-afrikai migrációs rendszerben betöltött szerepüket. Azért erre a két országra esett a választás, mert a mediterrán térség fokozottan ki van téve a migrációnak. Lehetőség volt arra, hogy Dél-Spanyolországban is tájékozódjunk arról, hogy valójában most ott milyen a helyzet. Ugye ez állandóan hullámzik, hiszen a migrációs útvonalak azok az embercsempészetnek a tevékenységétől függenek, a határvédelem erősségétől függenek, a partnerországokkal, a szemközti, úgymond szemközti afrikai, illetve közel-keleti országokkal való kooperációtól függenek. Ezért kell rendszeresen utánézni annak, hogy aktuálisan mi a helyzet, és hol számíthatunk európaiként a legnagyobb nyomásra. Jelenleg ez nem Spanyolország, hanem Olaszország. A téma szempontjából kritikus fontosságú Marokkó szerepe, mely ország Európa bástyájaként is funkcionálhat, és sokat tehet azért, hogy a szubszaharai Afrikából érkező bevándorlók ne árasszák el az öreg kontinenst. A tanulmányok, a kutatómunka mindenképpen fontos, pont azért, hogy tisztában legyünk a várható migráció helyzetével. Pánikolni semmiképpen sem szabad. Az nagyon fontos, hogy az eredményeket ugye tanulmányok formájában közöljük, ugye a szélesebb közönséggel is megismertetjük azokat a dolgokat, amiket mi is tapasztaltunk ott személyesen. Úgyhogy talán ez az egyik legfontosabb az, hogy ezt összefoglaljuk a munkát. És ugye folyamatosan ugye készülnek a tanulmányok, tehát folyamatosan figyeljük az összes migrációs útvonalat és ezeket az eseményeket. Az MCC Pécsi Képzési Központjának mostantól új vezetője van. Erdei Krisztián, a Budapesti Központ kommunikációs vezetője látja el feladatait Pécsen is. Terveiről beszélt. Szerencsére egy jól működő csapatot vehettem át most szeptemberben, úgyhogy folytatni szeretnénk a megkezdett munkát. Természetesen vannak komoly terveink, ilyen például az, hogy az MCC egy nemzetközi építkezés közepén van. Biztos olvasták a tévénézők, vagy látták a hírekben azokat az információkat, hogy az MCC egyetemet vásárolt Bécsben, együttműködést kötöttünk Németország legjobb üzleti fókuszú egyetemével, illetve hallgatókat küldhetünk Oxfordba és Cambridgebe is, és ezt bizony a pécsi hallgatók, illetve a diákok is érezni fogják, hiszen egy egész karrierutat tudunk nekik kínálni a képzésekben. Emellett komoly terveik vannak a nyilvános programjaikkal kapcsolatban is. Sok külföldi előadót kívánnak meghívni, azért, hogy a nemzetköziség a rendezvényeken is megnyilvánuljon. Jelentős előrelépések vannak a nemzeti kaszinó tervezése, illetve megújítása terén is, tette hozzá Pécsi Képzési Központ vezetője.